Muzika támogatója a Rolex. Micsoda rendkívüli pillanat, amit most megtapasztalhatunk. Wolfgang Amadeus Mozart egy teljesen új műve. A whole new piece by Wolfgang Amadeus Mozart. Csodálatos látni a kottát és hallani a zenéjét egy olyan darabnak, amit még sosem hallhattunk korábban. 94 másodperc Mozart újdonság, a zongora virtuóz Zhang Jinchou előadásában, világpremiér a virtuális Mozart héten Salzburgból. A muzika bepillanthatott a Mozart által írt eredeti kéziratba, amelyet 1773 elején jegyezhetett le a zeneszerző. A kottát egy magángyűjtőtől kapták meg. Nagyon érdekes, ez a kézírás eléggé szokatlannak tűnik Mozarttól. Persze, megvannak a rá jellemző jegyek, de az is látszik, hogy nagyon-nagyon gyorsan írták. A papír pedig nem is kotta papír, hanem teljesen átlagos papír, amelyre Mozart rajzolta rá a csíkokat. Mozart vélhetően 17 évesen egy olaszországi látogatása végén, vagy már Salzburgba visszatérve írta meg ezt a táncszerű Allegro tételt. Szerintem ez a zene nagyon örömteli, elragadó és játékos is egyben, és egyértelműen érződik rajta, hogy Mozart írta, a fiatal Mozart. Érezni rajta a tiszta érzelmeket. Young Mozart, you can feel the pure emotion. Van egy kis ugrás. Aztán hirtelen lírai lesz. Szeretem ezt az ellentétet. Mozart zsenialitása már egészen fiatal korában felragyogott, és ez már tükröződött az első fennmaradt koncertáriájában, amit 9 évesen komponált. Látod ezt a fiatal fiút? Tele fiatalsággal, ambícióval és energiával. Nézd csak, mit csináltam! Ez egy drámai darab az Il Furorról, az ő furorjáról. Volt benne valami, ami határozottan Don Giovanni is, a nagyszerű drámai művei előképe volt. Mozart kézen fog minket és átvezet a nehéz időkön. És Mozart mindig kivisz minket a fénybe. A muzika büszke támogatója a Rolex.